Még karcolásmentes a vadonatúj játszótér, amelyet néhány nappal ezelőtt adtak át Nyírbogáton a szabadtéri kondipark mellett, a polgármesteri hivatal mögött. A Magyar Faluprogram segítségével közel 5 millió forintból elkészülő játszótér nem az egyetlen, amit az elmúlt években a régióban kaptak a gyerekek. Az elmúlt három esztendőben a Magyar Faluprogram jóvoltából a választókerületünkbe 15 új játszótér létesült, mintegy 80 millió forint értékben. Ez a játszótér is része ezen programnak, de a Magyar Falu programon kívül a Területfejlesztési Operatív Program Zöldváros programjában két településen, jelesül Újfehértón és Balkányban is épült játszótér. Ezek a játszóterek nagyobbak, mint amit mögöttem látnak a kedves nézők, azok városi és nagy területű játszóterek, és ezen kívül egy tucat új bölcsőde épült az elmúlt időszakban, aminek az udvarán többnyire a gyerekek a játszóterek megtalálják az örömüket. A településen több beruházás is fut párhuzamosan. A temető kerítése szakaszosan újul meg, évente 5 millió forintos összegből, szintén a Magyar Falu programnak köszönhetően, és a hivatal épületének felújítása is szükségessé vált. A polgármesteri hivatal 2005-be került annak idején átadásra és beköltözésre, lelakott a polgármesteri hivatalunk ennyi idő után részben BMS pályázatból, részben Magyar Falu pályázatból egy komplex felújításra került a polgármesteri hivatal és a közösségi terünk. A polgármesteri hivatalon új héjazatcsere történt meg, és a belső felújítás az gyakorlatilag a padlóburkolótól, a világításon keresztül, a fűtésnek a korszerűsítése befejeződött. Megpróbálunk kicsit odafigyelni intézményeinkre, az energetikai projekteket kihasználva energiatakarékosságra törekszünk. Hatalmas földmunkagépek dolgoznak a szintén a hivatal mögött található területen. Egyelőre a talaj egyengetését végzik, de ha minden a tervek szerint halad, ősz végére már be is füvesítik a nyírbogátiak által régóta várt új futballpálya játékterét. Településünk egy megörökölt élőfüves pályával rendelkezik, ami nem a település központjában helyezkedik el, és ráadásul egy idegen ingatlan veszély körül. Maga az öltöző sem saját az önkormányzatnak, hanem bérleti szerződés keretében használtuk. Mára megkerülhetetlen lett az élőfüves pálya kialakítása. Látszik is, hogy mi minden pályázati forrás próbálunk kihasználni. Ez itt jelesül, ami mögöttünk most épül, ez TAO forrásból épül. A futball egyesületünk, a Bogát 2000 Torna Klub próbálja ezt finanszírozni TAO-s keretekből. Nagyon nehéz a pályázatnak a megvalósítása, hiszen a TAO forrásokat próbáltuk összpontosítani, több évre átnyúló forrásokat csoportosítunk át, és hát megpróbáljuk ezzel az élőfüves pályával egy kicsit a közösségi terünket, ami most rendelkezésünkre áll, azt kibővíteni. Dolgoznak az utak mentén is. A csapadékvíz elvezetés második ütemének munkálatait végzik. Közben a településen készülnek szeptember 16-ára is. Nyírbogát akkor ünnepli várossá válásának első évfordulóját.